2008-ban indult az a városi kutatás sorozat, amelynek célja a városlakók életminőségének folyamatos figyelemmel kísérése, a változások elemzése és bemutatása. Ez hazai és nemzetközi mintákon alapul, lokális szinten azonban egyedülálló a kutatás. Ezek alapján a biztonságos foglalkoztatottság, az egészségi állapot és a társas kapcsolatok a legfontosabbak a nyíregyháziak számára. Gyakorlatilag mi a állandó nyíregyházi lakhelyen rendelkező lakosokat, illetve ott is a 18 éves, vagy annál idősebb lakosokat szoktuk felkeresni. Nagyjából egy 2 éves ritmusban kérdezősködünk, és hát sok minden 7-8 dimenziót is próbálunk vizsgálni a nyíregyházak körében. Ebben benne van a foglalkoztatottság, a jövedelmek, a társas kapcsolatok, az egészségi állapotra vonatkozó mutatók. Tehát igyekszünk az életminőséget viszonylag tágabban értelmezni, és úgy vizsgálni, hogy hogyan is változik, vagy változnak ezek a mutatók. Most ugye egy 10 évet láttunk 2008 és 2018 között, és általában egy olyan 1000 háztartást szoktunk fölkeresni. Ez a reprezentatív minta, azonban, hogyha szükséges költözés vagy elhalálozás miatt tartalékcímeket is be tudnak vonni a vizsgálatba. Nyíregyháza 120 ezer lakosú város, így ez a mintaszám jól tükrözi a teljes lakosság indexét, hangsúlyozta a kutatás vezetője. Ezekben a felmérésekben nem csak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézete vesz részt aktívan, hanem Nyíregyháza hivatalának szociális és köznevelési osztálya is. Ők a kapott adatokból határozzák meg a támogatási rendszert. Ahogy a jövedelmi helyzet javult, ugyanúgy a foglalkoztatási mutatók is javultak, viszont a segélyezettek száma ezzel arányosan pedig csökkent. Tehát ha megnézzük 2008-tól 10-ig, sőt mi azt tapasztaltuk, hogy főleg 12-ig emelkedett az igénylőknek a száma, 2012 óta pedig folyamatosan csökken. A lakásfenntartási támogatásoknak figyelhető meg a legnagyobb arányú csökkenés, annak ellenére, hogy magas összeget adunk és emeltük folyamatosan a jövedelem határt, figyelembe véve, hogy növekedett a bérminimum, növekedett a nyugdíj. Ennek ellenére 2018-ban már csak 1400 háztartás igényelte, ez 2008-ban olyan körülbelül 3500-4000 háztartást jelentett. Tehát látható, hogy már a lakás fenntartással kapcsolatos nehézségek már annyira nem jellemzőek, azonban még látható, hogy a gyógyszerköltségek azért még jelentős kiadást képviselnek a háztartásoknak. Az életminőség index egy komplex, 23 mutatóból álló kimutatás, ami nem csak a segélyek és támogatások megállapításához nyújthat segítséget, hanem a városvezetés számára is fontos információkat hordoz. A mi szempontunkból, az önkormány szempontjából, mint döntéshozói platform szempontjából 2 jelentősége van. A múltnak az elemzése, hogy mikor mi történt, az hogyan befolyásolja a nyíregyházak életminőségét, az egy nagyon fontos abból a szempontból, hogy ha új döntéseket hozunk, akkor a korábbi tapasztalatokat tudjuk figyelembe venni, és mindez tudományos alapokon történjen. Ne az csak, hogy én úgy gondolom, vagy az a közhangulat, hogy. A másik fókusz pedig a jövő bemutató, hiszen itt a települési támogatások több mint 10 fajta pénzbeli támogatás és természetbeli támogatást nyújtunk. A sajtótájékoztatón elhangzott, Nyíregyháza körülbelül 1,5 évvel van lemaradva a nyugati régióhoz képest. Az alpolgármester szerint azonban ez az olló kezd zárni. A város folyamatosan fejleszt azért, hogy behozza a lemaradást.